2,5 milliárd forintos turisztikai fejlesztés valósul meg a közeljövőben Tiszavasváriban. Új gyógymedencék épülnek a strandon, valamint egy 50 szobás szálloda szolgáltatásaival is bővül a kínálat. Üdvözlöm Önöket, a részletek érkeznek hamarosan. Előbb nézzük, mivel foglalkozunk még. Még több pénz az agráriumnak, a gazdák fejlesztéseit támogatná a kormány. Értékteremtő közfoglalkoztatás, megyénkbeli települések munkáját is elismerték. Turisztikai fejlesztés, bővül a strand és új szálloda is épült Tiszavasváriban. Újabb forrásokat kell biztosítani az Agrárminisztériumnak a gazdák fejlesztéseihez. A legutóbbi 25 milliárdos keretösszegű felhívásban ugyanis többszörös volt a túljelentkezés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a falugazdász hálózat fejlesztésére kapott közel 10 milliárd forintos támogatást. Erről is a földügyi szabályozást érintő változásokról a megyei szervezet elnöke nyilatkozott televíziónak. Újabb kampányt indított az Agrárminisztérium a Magyarországon megtermelt élelmiszerek népszerűsítésére. Néhány hónappal ezelőtt az áruházakban már több termékkörre kikerültek a magyar zászlócskák, felhívva a figyelmet a hazai termékekre. Nagy István agrárminiszter az intézkedés aktuális jelentőségéről és a magyar gazdák fejlesztési lehetőségeiről beszélt kameránk előtt. Kiterjesztjük most már a húsok után és a gyümölcsök után a tojásra is, hogy megkülönböztessük a hazai tojást, és fölhívjuk a figyelmet a hazai termék minőségére, hiszen akkor, amikor elmegyünk a boltba, akkor nagyon sok másféle termékkel is lehet találkozni, és nekünk mégiscsak a helyi gazdaságot kell erősíteni. És ezekkel a megjelölésekkel, a zászlókkal kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy melyik is a hazai termék, hogy sokkal könnyebben eligazodjon a vásárló a különböző termékek között. A tojás az egy nagyon fontos fehérjeforrás. A legolcsóbb fehérjeforrás népélelmezési cikknek is lehet mondani minden további nélkül. És az, hogy minél jobban hozzá lehessen férni, arra is kell ez a megjelölés. A másik pedig azért is indítottuk azt a marketing kampányt, amelyre fölhívjuk a figyelmét a vásárlóknak arra, hogy érdemes tojást fogyasztani. Örvendetes, hogy megnövekedett a tojásfogyasztásunk, hiszen a 2 évvel ezelőtti 135-ös átlagfogyasztáshoz most már 153-nál tartunk, tehát haladunk előre, és kell is, hiszen nagyon egészséges, és szükséges is a mindennapi erőnlétünkhöz a megfelelő fehérjeforrás bevitele, főleg ilyen nehéz időkben, amikor még a vírussal is küzdenünk kell. A 25 milliárd forintos gazdaságvédelmi programunk most már célegyenesben van, hiszen a fizetések is megindultak. Alaposan fölkészültünk rá, az az igazság, és olyan kvóták alapján fizetjük ezeket a pénzeket, amelyek objektívek, amelyek adottak, tehát erre nem kellett a gazdáknak túljelenkeznie, nincs rá túligény, hanem ez megadott kvóták alapján, a teljesítmények alapján járnak a gazdáknak. Amire viszont túljelenkezések vannak, azok a pályázatok. És ez nagyon-nagyon előremutató jelenség, hiszen az 50 milliárd forintos állattenyésztési pályázatunkat most kellett bezárni, hiszen 250 milliárdnál tart az igény, az 50 helyett. Mutatja ezt, hogy a gazdák fejleszteni akarnak, bíznak a jövőben, óriási lendülettel akarnak előre menni, tehát kell csoportosítanom valahonnan forrásokat még át, mert ezt a megnövekedett igényt nagyon jó lenne becsatornázni a gazdaságba. Mert a legjobb védekezés egy vírus ellen, egy vírus negatív hatása ellen a gazdaságba, az, ha beruházunk és fejlesztünk. Hiszen egyszer ez elmúlik, addigra ezek a beruházások pedig termelni fognak, és most tudunk piacot is foglalni, most tudunk új lehetőségekhez jutni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos az, hogy a gazdákban a fejlesztési kedv töretlen, és ez azt mutatja számomra, hogy a bizalmuk is töretlen. És ez az, ami számomra is minden nap új erőt ad, hogy érdemes küzdeni, érdemes dolgozni, mert a magyar gazdák lendülete, akarata, tenni akarása az példamutató. Nagyon fontos beruházásokról beszélünk, és az állattenyésztés és a növénytermesztés közötti megbontott egyensúlyt lehetne helyrehozni azzal, hogy az állattenyésztésnek adunk egy ilyen lendületet, és ez végtelenül fontos, ha ökológiai szempontot nézzük, a gazdasági szempontot nézzünk, bármi egyebet, úgyhogy itt a forint-euró árfolyam nyereségből származó pénzösszegeket is próbálok átcsoportosítani, illetve a visszahulló forrásokat is átcsoportosítani majd ebbe az irányba, úgyhogy nagyon remélem, hogy
nagyobb számban és mennyiségben tudjuk majd kielégíteni, mint az eredetileg meghirdetett 50 milliárdos keret. Az Agrárminisztérium egyébként néhány nappal korábban arról is döntött, hogy közel 10 milliárd forintos többletforrást nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a falugazdász hálózat fejlesztéséhez. A falugazdászok elsősorban a gazdák adminisztratív feladataiban és az uniós források eredményes lehívásában segítenek a mezőgazdasági szakembereknek. Az Agrárgazdasági Kamara azt a tevékenységet, amit eddig is ellátott, annak a tevékenységnek a minél komfortosabb kiszolgálás elvégzése érdekében a fejlesztéseket kíván végrehajtani, és azokhoz kaptunk a kormánytól olyan segítséget, hogy minél jobban meg tudjunk felelni azoknak a kihívásoknak, mik az elkövetkezendő időszakban érni fogják a gazdákat, itt gondolva a támogatások jövőbeni meghatározásánál, ugyanis változnak azok a feltételrendszerek, ami szerint a gazdálkodók nagy reményeink szerint ugyanezt a támogatási összeget megtartassák, de rettenetes sok adminisztrációs feladatot kapnak, hogy ezt az összeget jogszerűen fel tudjuk használni, és a fejlesztések ez irányba segítik majd a falugazdász hálózatot, hogy minél jobban ki tudjuk szolgálni a hozzánk forduló gazdálkodókat. 78 falugazdász látja el ezt a feladatot, 13 közközponttal rendelkezünk, és szinte nincs olyan település, ahova a bevallási időszakban ne tudnánk kimenni, ahova minden héten nem járunk ki, ott is vannak olyan igények, akkor a polgármesteri hivatalban ezt összegyűjtik, és akkor a gazdálkodók egyeztetnek az ottani falugazdásszal, vagy a körzetben lévő falugazdásszal, hogy mikor mennek ki, úgyhogy mondhatnám, hogy az egész megyét 100%-ban lefedjük, akkor, amikor erre igény van. Ez az igény, ez a, ugye tavasszal szokott kezdődni, áprilisban, amikor a terület alapú támogatás, mert abból van legtöbb a megyében, elkezdődnek, és annak a feldolgozása és annak folyamatai, de mondom, szinte minden településen ott vagyunk hetünk egy alkalommal, a nagyobb településeken van, ahol három alkalommal is igény szerint, de ha az önkormányzat vezetése úgy dönt, hogy megyünk ki a bevallási időszakban egy vagy két napot hetente, akkor az igényeket úgy alakítjuk, vagy a létszámot úgy alakítjuk, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. Most lesz két év átmeneti időszak, amikor a gazdálkodók ugyanazt a támogatási lehetőséget kaphatják meg már a előrehozott 27-ig meghatározott forrásokból, de a feltételek ugyanazok maradnak, de a későbbiekben épp a napokban fejeződtek be a tárgyalások, ahol Nagy István miniszter úr vezetésével képviseltük Magyarországot, ahol sikerült úgy mondjam kiküzdeni a többi tagállammal együttemben vagy egyetértve, hogy nagyságrendileg ezek a támogatások az 27-ig is megmaradnak a fiatal gazdák kedvezményei, megmaradnak a termeléshez kötött támogatás, ami Magyarországon nagyon lényeges itt az állattenyésztés, illetve a kertészeti ágazatban. A környezetvédelmi előírások túlzott emelése nagy problémát okozhatott volna az előterjesztés szerint, főleg azzal együtt, hogy a harmadik országból beszállított élelmiszerekre ez nem vonatkozna. Itt is nagy előrelépés volt, a klímaváltozásnak a káros következményeit a gazdák nyakába szeretnék varni a zöldek, szóval van még a végső döntést ezekről a támogatásokról az Európai Bizottság, illetve Tanács és az Európai Parlament háromoldalú egyeztetése hozza majd meg, de a miniszteri egyeztetések úgymond Magyarország számára kedvező, elfogadható előjeleket mutatnak jelenleg. A magyar kormány eddig is szorgalmazta, és ezután is szorgalmazza, legalábbis olyan információk vannak, hogy a kiegészítő támogatást, ami hazai forrásból tesz hozzá, még a tárgyalások előtt a magyar kormány kijelentette, hogy
hogy nem szeretné, hogy csökkennének a támogatások azon az áron se, hogy a magyar kormány ebbe plusz pénzt tesz bele, és ez a plusz pénz tesz bele, ez mintha megerősödni látszik, olyan hangokat hallani, hogy a kormány növelni akarja, eddig 17%-ot tett bele, és ezt egy magasabb összeggel szeretné támogatni az elkövetkező időszakban. Számokat nem mondanák, de ennek akár a többszöröseivel is. Magyarországon jelenleg is több 10 000 hektár olyan föld van, aminek nincs az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, a tulajdoni jog hivatalosan pedig mai napig a már megszűnt termelő szövetkezetek kezében van. A jogviszonyok rendezéséről folyamatosan zajlanak a tárgyalások, megoldást erre azonban csak egy jövő évi új törvénycsomag hozhat. Amikor privatizálták a termelőszövetkezetek nagy részét, akkor az egybe esett ezzel a kárpótlások időszakával és a részarány kiadással, és voltak olyan területek, ahol a terület a szövetkezeté volt, de a felépítmény, már akár lakóházról beszélünk, vagy valakinek a telephelye, az már magántulajdonban volt. És hát nyilván ezeket abban az időben még inkább nem szerette volna senki megvásárolni másnak a területét, úgyhogy más építkezett a lakóházat. Ezek ott maradtak TSZ tulajdonlapon, egy olyan TSZ tulajdonlapon, amelyik TSZ már nem létezett, sőt, még mindig az ő tulajdonlapján van, ami 25-30 éve fel van számolva. És ezeket a területeket kívánja most rendezni nagy örömünkre a kormány, olyan módon, hogy akik nem jelentkeztek ezzel az igénnyel, bár az én információim szerint többször fel voltak ezek a tulajdonosok szólítva, hogy rendezzék el akár kedvezmény vagy eljárási költség nélkül is, de nem sikerült, és éppen a napokban fogalmaztam meg azt az igényemet, hogyha le akarnánk teljes mértékben zárni, talán az lenne a legegyszerűbb, mivel ez nem egy, akinek csak lakóház van a területén, az nem nagy földterülettel rendelkezik, és akár szociális juttatásként is oda kellene adni. Ezeket szeretné most az állam, én örömömre is rendezni, hogy végre legyen már azért a földtulajdon, akié a felépítmény is. Természetesen nem arra gondolok, hogy adjuk oda azoknak, aki mondjuk egy sertéstelepet, vagy bármilyen nagy telepet, ott 20 hektár földterülettel használ, de én szerintem ez egy észszerű és előrevívő gondolat lehetne, hogy azok, akik csak lakóházzal rendelkeznek, és mit tudom én, annak a mérete, nem akarok nagyságrendileg mondani, milyen számot nem haladja meg, akkor az automatikusan kerülne már a tulajdonosnak a tulajdonába, még akkor is, ha ő nem rendelkezik most aranykoronával, hogy ezt lefedezze. A másik része a dolognak, hogy van, akinek pedig aranykoronája van, és földterület nincsen hozzá már azon a településen, vagy akár a körzetében se, ahol ezt el tudta volna vásárolni, és maradt neki mondjuk 10 vagy 20, vagy nem tudom hány aranykoronája. Most a kormány hozott egy olyan döntést, hogy ezeket egységes áron egy aranykoronát 50 000 forintért felvásárol, illetve hát akinek mit tudom, mennyi van, annyiszor 50 000 forint, és ezzel lezárhatódna az, hogy többszöri nekifutásra már ezek a privatizációból visszamaradt, és mindig megörökölt, vagy valakinek a tulajdonába kerülő, és valakinek a felvásárlása árán, mert vannak, akik ezt ilyen 0, mit tudom, néhány aranykoronánként szedtik össze, de már van mondjuk 10 vagy 20 aranykoronája, ezeknek lehetőséget biztosítana a törvény ennek a beszorult aranykoronáknak az elköltéséhez. 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen járultak hozzá, egyenként 10 millió forinttal az értékteremtő közfoglalkoztatáshoz. Az elnyert támogatásból a közmunkások számát növelhetik, vagy eszközöket kell beszerezniük. A megyében mintegy 20 000 dolgoznak közfoglalkoztatás keretében, ez az országos szám mintegy ötöde. Ennek a jobbak között is a legjobbak. Ezt annak a 4 megyénbeli polgármesternek mondta a belügyminisztérium munkatársa, akik településein sikeresen valósítanak meg közfoglalkoztatási programokat.
Munkájuk elismeréseként egy 10 millió forintos támogatásról szóló oklevelet, a Start Plus díjat vehették át múlt héten a megyei kormányhivatalban. Van, ahol befőző üzemben vagy kultúrnövények termesztésében alkalmazták a közfoglalkoztatottakat, amelyek értékesítése az önkormányzatnak is jó bevételi forrást jelentett. Máshol közösségi terek, filagória, buszmegálló, piac építésében vagy idősek gondozásában vettek részt. Nyílogos életéhez a 90-es évek eleje óta járulnak hozzá. Több mint 400 hektár erdőt telepítettünk, volt 56 ezer folyométer uborka, országosan az egyik öntözött rendszer, a legmodernebben. Volt, amikor 50 hektáron vitamin paprikát termeltünk, volt, amikor több mint 600 közmunkást foglalkoztattunk. Most jelenleg burgonyát termelünk, hagymát termelünk, káposztát, karolábét, fehér-vörös káposztát, ez elsősorban a közékeztetésre, és természetesen megmarad az meg a nyílugosi rászorulók és az ottani polgároknak. Talán ami legfontosabb, hogy nálunk ma szinte nincs munkanélküli, tehát a valamikori több mint 600 munkanélkülből, és az meghaladta közel 30%-ot, ma 500 alatt van a munkanélküliek száma, és mondható, hogy szinte teljes foglalkoztatás van. Mert közben a nagy többség el tudott helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, ami azt jelenti, hogy szinte meg tudtak dolgozni. Tudták, hogy mi a fontos, és tudnak különbséget tenni a közmunkabér és az elsődleges munkaerőpiaci bér közt, nem mindegy mennyiből tartjuk a családunkat. Jelenleg ott tartunk, hogy szinte a volt már szenvedélybeteg, szinte aki csak tud dolgozni, az szinte jelentkezik közmunkára, és elsősorban ez csak azok, akik nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacon dolgozni, egészségnél, koruknál fogva, stb. A munkahely teremtés mellett az értékteremtést emelték itt a sajtótájékoztató. Mi az az érték, amit ez a program hozzá tudott adni az ő életükhez, a település életéhez? Én úgy gondolom, hogy elsősorban a legnagyobb érték, hogy ma például Nyílugosnak a gazdasági hátterét az erdő, amit valamikor telepítettünk. Jelenleg az embereknek meg azért nem mindegy, hogy segélyt kapnának, és nem mindegy, hogy minden reggel úgy érzik, hogy fontosak a családoknak. Tehát értékben erkölcsi értéket is lehet mondani. Tehát ha azt mondjuk, hogy valaki tudja, hogy fölkelek, fontos a családom nekem, én rajtam múlik a családomnak az eltartása, fel kell kelnem, el kell menni dolgozni, és megvan az értéke. Én úgy gondolom, ez néha anyagoknál is fontosabb. És végül még arról, hogy ez a 10 millió forint, amit most átadott a belügyminisztérium munkatársa, mire tudják felhasználni ezt az összeget? Hát úgy gondolom, nálunk az elmúlt több mint közel 20-30 évben, inkább úgy mondom, annyi érték került megvásárlásra, és ami úgy gondolom, hogy jelenleg az értékárosságban minket egy ilyen hangárt vagy sátort szeretnénk venni, hogy az idő és az időjárás inkább ne tegye tönkre államigóvásra, ami nem csak a miénk, a nemzeti kincs, közkincs. Nyílugas mellett Passzab, Tiszakanyár és Szamostatár falva polgármesterei kaptak elismerést. Valamilyen értékteremtő, példamutató közfoglalkoztatási programokat valósítanak meg. A 2011 óta futó közfoglalkoztatási programok beváltották a kezdeti reményeket, vagyis hogy segi helyett a munkavilágába vezessenek át minél több embert. Az évek során a programok változtak, idén három területre fókuszáltak. Ebben az évben a mezőgazdaság, a helyi sajátosság és a szociális területekre vonatkozó programokat lehetett tervezni a polgármester uraknak és asszonyoknak. A legtöbb önkormányzat kettő vagy három, tehát mind a három programba pályázott és sikeresen nyert, és valósítják meg a programokat. A programok ez év március 1-től jövő év február 28-áig fognak tartani, és sikeresek a program megvalósításai. Tulajdonképpen az utolsó ciklusba érkeztek a programok. Én azt gondolom, hogy ebben az évben is ezek a járás és tart közmunkaprogramok sikeresnek mondhatóak. Az országban évente mintegy 100 ezer közfoglalkoztatott dolgozik, ennek egyötöde nagyjából 20 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többségüknek képzést is biztosítanak a kormányhivatalokon keresztül. A települések által most elnyert 10 millió forint felhasználása két lábon áll. Egyrészt materiális, tehát azaz be kell fektetni materiális javként ebbe a közfoglalkoztatási programba, másrészt pedig egy személyi sora is van ennek, itt mindenféleképpen a közfoglalkoztatott személyek számát kell növelni, legalább egy hónapos időintervallumra. Milyen lehetőségeik vannak a pályázásra az önkormányzatoknak a folytatásban?
A legfontosabb dátum az november 23-a, amíg be kell nyújtani ennek a felhasználási módjára a kérelmet a belügyminisztérium felé. Természetesen itt már egy elnyert 10 millió forintról beszélünk, ennek a felhasználása fog most megtörténni, a kérelem pedig ugye két irányba fog akkor vonulni, egy materiális, más pedig egy személyi soron történő felhasználásra. A 2012-ben alapított díjat normál esetben a belügyminisztérium épületében adják át. Idén a vírushelyzet miatt került erre sor szűkebb körben. A Szabolcs-Szatmár-Beregi közfoglalkoztatási programok sikerességét mutatja, hogy ezúttal országosan 21 település munkáját ismerték el. Ennek mintegy ötöde 4 település a megyéből került ki. Történelmi jelentőségűnek nevezték azt a turisztikai fejlesztést, amely az elkövetkezendő években valósulhat meg Tiszavasváriban. Új úszótan és gyermekmedence, számos gyógymedence, egy gyógyászati komplexum is épül a strand területén. Emellett egy 50 szobás szálloda szolgáltatásaival is bővül a turisztikai kínálat. Most üres a strand Tiszavasváriban, de körülbelül ezen a füves területen épül majd meg az új szálloda, amely szolgáltatásaival a térség egészség turizmusának meghatározó szereplője lehet. Tiszavasvári, amely 2018-ban a helyiek kedvenc fürdője volt, kiváló termálvízzel rendelkezik, kiváló fürdővel rendelkezik, gyógyszolgáltatásokkal, méltán lehet az egészségturizmus központja itt a térségben, és nagy örömmel szeretném bejelenteni, hogy a magyar kormány támogatásával egy nagyon jó szakmai anyagot küldött az önkormányzat, hiszen az önkormányzat tulajdonában van a fürdő, de egy cég, egy KFT üzemelteti, és 2,5 milliárd forintból ez a magyar kormány támogatása új épületkomplexum épül a fürdő területén, új medencék kerülnek kialakításra, például úszómedence, tammedence, terválvizes medence, gyermekmedence, és mellette, hogy több vendégészakát tudjanak itt eltölteni a térségbe, jelentkezünk, akik eljönnek a kiváló terválvíz miatt és a gyógyszolgáltatások miatt, szálloda is épült Tiszavasváriban, egy 50 szobás szálloda, 200 fős étteremmel, 200 fős konferenciateremmel és rekreációs helységekkel, szaunavilággal, masszázzal, egyéb pihenni vágyóknak, egyéb lehetőségekkel. Történelmi ez a pillanat, hiszen nemrég döntött a kormány, hogy a 11 országos turisztikai kiemelt térségben, a Tokaj és Nyíregyháza térségében Tiszavasvár is bekerült, mint település. Azt gondolom, hogy ez az első lépés, amely a fejlesztés elindulását jelenti. Nagyon kemény, összehangolt munkára van szükség a turisztikai ügynökség, a város és az egyéni képviselő között, hogy ez a fejlesztés meg is valósuljon. Örülünk ennek a pillanatnak, és tudjuk, hogy sok munka vár ránk, de mindezt a tiszavasváriak és a térségben élők érdekében tesszük. Szeretném megemlíteni, hogy Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Rakamaz, Gávavencselő, Balsa, Nyíregyháza és Tiszavasvári van benne a választókerületemből ebbe a kiemelt turisztikai egységbe, és szeretnék megemlíteni két területet, amely az egyik fejlesztése már folyik, egy topos forrásból a Nyíri mezőségen egy szabadstrand fejlesztés, és Szabolcsot kihagytam, ott pedig egy látogatóközpont bővítés, ott a szabolcsi földvár tövében, tehát úgy érzem, hogy a belföldi turizmusnak, de akár a nemzetközi térből is jöhetnek ide, külföldről is jöhetnek ide pihenni vágyók, gyógyulni vágyók. Egy olyan fejlesztés indul el, amely a strandfejlesztést jelenti a Tisza mentén, a nyaralóhajózás elindult ebben az évben, jövőre még többet várunk, és egy kerékpárút fejlesztésért is lobbizok, amely építi a Tisza mentén hálózatban bővíteni a kerékpárutak hosszát. Tiszavasváriának ez a beruházás egy történelmi jelentőségű dolog, hiszen a tiszavasváriak évek óta vágynak, álmodnak egy olyan fejlesztésről, ami a strandfürdő területén megvalósulna. Hosszú évekkel ezelőtt voltak bizonyos lépések, kezdeményezések, amelyek mind-mind kudarcba fulladtak, és nem valósultak meg komoly fejlesztések. Most viszont itt a lehetőség a magyar kormány támogatásával, a magyar turisztikai ügynökség közreműködésével, hogy egy 50 szobás gyógyfürdő komplexum, egy szálloda
épüljön meg Tiszavasváriban, Tiszavasváriban mindenféle szolgáltatással, attrakcióval és egyéb lehetőséggel. Most még csak a tervezési időszakban vagyunk, mikorra várható, hogy megvalósul ez a beruházás, amikortól az emberek is igénybe vehetik? A megvalósulás pontos időpontját nem tudom most meghatározni, az 2-3 éven belül esedékes lenne terveink szerint. Nem a nulláról indulunk, hiszen a Strandfürdő Kft.-nek már voltak, és az önkormányzatnak voltak elképzelései a fejlesztéssel kapcsolatban. Vannak bizonyos elkészült tervek is, amiket újra kell gondolni, és ezek alapján elindulni a mai naptól az újra tervezéssel. Hol épülne meg ez a szálloda, közvetlenül a strand mellett, vagy van erre kijelölt kormányzati terület? A szálloda közvetlenül a strandfürdő mellett épülne meg. Az idei évben, az ezt megelőző években ez a terület, ez parkolóként szolgált a strandfürdő mellett, de évekkel ezelőtt már fejlesztési céllal, fejlesztési gondolatokkal néztünk erre az ingatlan részre. Megtörténik majd most egy telekalakítás, közel 10.000 négyzetméter kerül leválasztásra. Ez azt gondolom, hogy a strandfürdő működését nem fogja zavarni. Tehát jöhet mindenki bátran, amennyiben a Covid majd engedi hozzánk kikapcsolódni és pihenni. Tehát a 10.000 négyzetméter leválasztásra kerül, a parkolási lehetőséggel sem lesznek gondok, hiszen egy nyertes pályázatunkból kifolyólag, ami a Zöld Város kialakítása Tiszavasváriban című projekt, egy 86 férőhelyes parkoló fog megépülni hamarosan a strandfürdő közelében, ahol az ide pihenni vágyók tudnak majd kényelmesen kulturált körülmények között parkolni. A sajtótájékoztatón a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese kiemelte, a tavalyi évben a GDP 13,5%-át adta az ágazat. A több mint 400 ezer embernek munkát adó szektor a belföldi turizmus tekintetében az idei év nehézségei ellenére is kiválóan teljesített. Ez a fejlesztés elsődlegesen azt fogja segíteni, hogy Tiszavasvári felkerül az egészségturizmus térképére, és a hazai turisztikában kap egy olyan lehetőséget, hogy egészségturisztikai vendégészakákat generáljon, de ennél egy kicsit lépjünk tovább, országhatáron túlról is azt gondolom, hogy ezzel a minőségű attrakcióval meg fognak tudni szólítani vendégeket Szlovákiából, Lengyelországból, vagy éppen Ukrajnából, vagy Romániából. Még annyiban maradjunk országhatáron belül, hogy az idei év az egy speciális év volt, a tavalyi évben rekordot teljesített a turizmus, idejében hogyan teljesített a belföldi turizmus? Végig kellett néznünk, hogy 60 nap alatt idén márciusban összeomlott egy ágazat, és április elején már zárva volt valamennyi attrakció, a fürdők, a szállodák, a vendéglátóhelyek. Nagyon sok szkeptikus hangot hallottunk május elején, hogy ez az ágazat belföldön nem fog tudni elindulni, és közös erővel rácáfoltunk arra, összefogva az ágazati szereplőkkel, hogy a pünkösdi hétvégét követően szinte feltámadt a hazai turizmus. Június, július, augusztus hónapban egyetlen számot engedjenek meg a nézők, 11,6 közel 12 millió belföldi vendégészaka generálódott az országban. Ez egy fantasztikus eredmény annak tükrében, hogy egyébként a világjárvány közepén vagyunk, de ha kicsit tovább tekintünk, ezek a belföldi vendégészaka számok meghaladják a tavalyi eredményeket, és azért 2019-ről egy dolgot kell tudni, belföldi turizmusban is a rekordévek rekordéve volt. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a szép kártya, a motorja a hazai turizmusnak, látható, hogy az első 9 hónapban 30%-kal nőtt a költések összege, átléptük a 180 milliárd forintot, tehát ha azt kérdezi, hogy 9 hónap alapján mit tudunk mondani a belföldi turizmusból, akkor önmagában ez a növekedési szám nagyon szépen leírja a növekményt. És természetesen hónapról hónapra azt látjuk, hogy többen pihennek itthon, több a vendégészaka szám, mint tavaly ilyenkor a vidéki Magyarország esetében. A szép kártyán kívül a kormány milyen egyéb olyan intézkedéseket hozott, ami segítette az ágazatot, és miben segítette ez önöket? A kormány számos olyan döntést hozott tavasszal, amelynek elsődleges célja a munkahelyek védelme volt, ez a turisztikai ágazatra is elmondható, hiszen a elhíresült Kurzarbeitot nagyon sokan vették igénybe az ágazatból, több 10.000 munkavállaló országszerte, ez segítette a munkahelyek megőrzését. A megfelelő számú munkavállaló nélkül nem lehetett volna májusban újraindítani a szektort. A szép kártya intézkedéseket azonban mégis kiemelném, és két oldalról is alátámasztanám. A kormány csökkentette a szép kártyára feltöltött összegek után fizetendő járulékot a munkáltatók részére, ezzel ösztönözte őket, hogy ezt a juttatási formát használják minél többször. A munkavállalók esetében pedig a feltölthető keretösszeg nőtt meg, közel a duplájára, ami pedig azt segítette, hogy volt egy olyan lehetősége a cégeknek, hogy a belföldi pihenést még jobban ösztönözzék, tehát ez a legfontosabb intézkedés a sok intézkedés közül, amely a munkahely megtartás mellett segítette a turizmus.
turizmus újraéledését. Jelenleg van egy olyan elképzelésünk a Magyar Turisztika Ügynökségnél, teljes összhangban a Magyar Fürdőszövetséggel, hogy az Európai Uniós következő finanszírozási ciklusban 2021-27-ben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fürdőknek a fejlesztésére, így a program várhatóan még nem a jövő év elején indul el, ez még sok tárgyalás és egyeztetés függvénye, inkább ha egész pontos akarok lenni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy van egy olyan szándékunk, hogy fejlesszük a fürdőket Európai Uniós forrás bevonásával, alapvetően energetikai szolgáltatás fejlesztés lesz az, ami egy újabb minőségi szintlépés lehet majd a hazai turizmus életében. 2023-ra visszatérhet-e az ágazat a 2019-es szintre? A különböző nemzetközi szervezetek más-más becsléssel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mikor épül vissza. Azt látjuk, hogy Budapest rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen alapvetően egy modellváltásra van szükség. Amíg a vendégészakán 90%-a külföldiektől származik, és jelenleg külföldi beutazó turizmus nincs, egy jóval hosszabb felépülésről beszélünk. Ott nem nagyon mernék dátumba vagy időbe bocsátkozni, de nagyjából van egy egyetértés abban, hogy 2022 vége, 2023 eleje az időszak, amikor visszatérhetnek azok a számok, amit a pandémia előtt láttunk, tehát még nagyon hosszú rögös út van előttünk, de puskapor megvan hozzá, amit szárazon tartunk, és tudjuk, megvan a szakmai elképzelés, hogy hogyan kell visszaépíteni mind belföldön az éjszakákat, mind a beutazó turizmust. Tesszük a dolgunkat, és amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor nagyon fordulatszámra kapcsolunk, hogy ez az időszak minél rövidebb legyen. Ennyi fért mai 35 perc című műsorunkba. Tartsanak velünk a folytatásban, és megköszönjük már a figyelmüket. További szép hetet kívánunk, viszontlátásra!